Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható április hónapban, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható ez a férfi, utal a férfiakra, vagy a lelki társadra. Az első sorban vagytok mindketten. Nincs fölöttetek kártya. Az jelenteni a gondolatokat, de te is zárkózott vagy, ő is zárkózott, nem beszéltek tervekről. Ami összefűz benneteket, az itt a mozgás, hogy előre mennek a dolgok, itt vannak a madarak, jelentik a mozgást, a könnyűséget, a vidámságot, a csevegést, és itt a szerelem istennője átnyújtja számotokra a lobogó szívet, tehát szerelemről van szó. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled. A nap láthatóvá tesz téged, tehát látni akar téged, azon kívül itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ennek a kártyának van gyógyító ereje is. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt ez a hölgy a kezében tartja a kulcsot. Tehát ez a férfi megkapja a kulcsot, és itt kinyílik számára egy ajtó. Ezek a lehetőségek. Itt vannak az álmai, a vágyai, az elképzelései, és mindez kihat a sors útjára. Az is lehet, hogy találkozni akar veled, hiszen a sors utak kereszteződnek, vagy fontos döntések előtt áll, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Kicsit még bizonytalan, mert itt a felhő nem tudja, hogy döntsön, de hamarosan kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, és akkor lesznek fontos döntések. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, ő szeret téged, itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, de megjelennek az egerek is, és az egerek felfalnak valamit, tehát eltávolítanak valamit, az egerek eltávolítják a horgonyt, ahol úgy érezné, hogy le tud horgonyozni. Tehát szüksége van a biztonság érzetére, de bizonytalan, fél attól, hogy elveszít téged, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezzel a kártyával vagy egy vonalban, és a kislány átnyújtja neked a 4 levelű lóherét, ami szerencsét hoz. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, tehát itt szerelemről van szó, a gyógyító erőről, egy új kezdetről. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, kell a biztonság érzete, itt megszépítesz valamit az otthonodban, lesz egy jó hír, útban van hozzád. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást, de ebből el tudnak az egerek valamit távolítani, előfordulhat, hogy lesznek a munkahelyen változások, vagy valaki elmegy a munkahelyről, vagy az is lehet, hogy elveszíted a munkádat, de itt szerencse lesz, és a levél utal akkor szerződésre, tehát nem kell megijedni, lesz egy új munkahelyi szerződés, ha ebben a helyzetben vagy. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható. Sajnos van itt ravasság az ő környezetében, vagy a te környezetedben. Valaki úgy figyelget benneteket, vagy meg akar bántani téged, de ez a helyzet elmúlik, hiszen a kasza ezt elvágja, ezt a kapcsolatot. Az is lehet, hogy ő válló félben van, és itt vannak a hamisságok.
De tisztázódnak ezek a dolgok, hiszen itt van a lilium virág, a tisztaság, előre mennek a dolgok, és itt van a csillagkép, ez a kislány figyeli a csillagokat, és a csillagok szerencsét hoznak. Ami az anyagiakat illeti, jelenleg kicsit nehéz, és itt meglátjuk a nyilvánosságot. A kassa ezt is el tudja távolítani, az jelenti az, hogy nem kapod meg az elismerést jelenleg a nyilvánosságon, vagy itt lesz kiadás április elején. Második hét április hónapban itt látható. A kígyó jelentheti ugyan a gyógyító erőt, vagy a változásokat, a transformációt is, de gyakran utal egy hölgyre. És itt barátságról van szó. Tehát egy nő a baráti körben. Itt vannak problémák, nehézségek, hamisságok, vagy lehet, hogy ez a nő meg akar bántani téged, úgy figyelget benneteket. De ez elmúlik, hiszen itt a kulcs lezárja ezt a kapcsolatot, és kinyílik egy új ajtó, egy új irány. Itt van akkor a vidámság, a könnyűség, a szerencse, egy jó hír és a szerelem. Lehet, hogy ez a nő, vagy ez a barátnő, ez irigy arra, hogy ti közeledtek egymáshoz. Emiatt vannak itt a gondok, vagy a nehézségek. Harmadik hét, április hónapban itt látható. A torony jelentheti azt, hogy kiépítesz valamit. De lehet egy iskola is. Itt a hajó jelenti a reményt, hogy meg lesz ez az iskolázás. Vagy a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat. Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, de jelentheti a zárkózottságot is. És akkor így fogva érzed magadat ebben a toronyban, nem tudod hogyan tovább. Itt ez a külföld kártyája jelenthet internet kapcsolatokat is. Mint hogyha valaki itt eltitkolna előled valamit. De megváltozik a helyzet, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Itt lesz valami örömteli számodra, hiszen itt van az ajándék, a meglepetés, a gyógyító erő. A ház jelenti az otthonodat, vagy a családi kapcsolatokat. Persze, itt lehet a ház és a gólya által egy költözködés is, és akkor a gyűrű jelentheti a szerződéseket, vagy azt is jelentheti a gyűrű, hogy lesz egy eljegyzés, egy házassági ajánlat, hogy összeköltöztök. Utolsó hét, április hónapban itt látható. A torony jelentheti a korlátozásokat, de a koporsó ezt lezárja. Vagy lehet egy örökösödési ügy is. És akkor itt van az életerőd, fontos döntéseket fogsz hozni, akkor is, ha április végén még valami a döntéseknél átláthatatlan, nem tudod, hogy hogyan tovább, milyen irányba, de majd úgy májustól lesz egy új kezdet, kisüt a nap, és itt újra megjelennek az utak, akkor majd komoly döntéseket fogsz hozni, ami az otthonodat illeti, ami a munkádat illeti. És áprilisban még ez nem lenne jó ezeket a döntéseket meghozni, hiszen az egerek itt a veszteségre utalnak, a felhő pedig arra, hogy valami még átláthatatlan. Ami a gólyát illeti, a holdat és a gyermeket, így együtt a kártyák jelenthetik egy kisbabának a születését is. A felhő utalhat fél évre, hogy fél éven belül ez megtörténik, vagy nálad, vagy valakinél a családban. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!